Új szilvás rendezvénytere újra benépesült, most viszont az óriási buborékok, a vízi játék és a légvár szomszédságában tűzoltóautók álltak, miután visszatértek a településen tett körükből. A térség önkéntes tűzoltó egyesületei találkoztak új szilváson. Azok az önkéntesek, akik nagyon fontos szerepet töltenek be ennek a településnek az életében is. Egyrészt tudnak egymásra is építeni az önkéntes tűzoltók itt a Pest vármegyei területen, ugye Nagykátai járás, különösen Ceglédi járás, az ő ötéjük van jelen pillanatban. Mind a mellett pedig a hivatásosoktól most kaptak például egy olyan oktatást, amely most napirenden van, az elektromos autónak az oltása, ami egyre jobban egy különleges dolog, mert ezt nem hagyományos módon kell oltani. És ugye hát én is tűzoltó családból származom, majdnem minden rokonom tűzoltó, csak én nem. És számomra nagyon-nagyon fontos, amit ők az élet és vagyonvédelemben tesznek, és ezt úgy teszik, hogy elveszik a családtól az időt ingyenesen, ez egy fantasztikus dolog és értékelendő. Új Szilvás nem csak vendéglátó volt. A település minden tőle telhetőt igyekszik megtenni azért, hogy az önkéntes tűzoltók munkájához minden feltétel adott legyen. Ennek pedig tulajdonképpen ez az autó volt a katalizátora. Ugye van egy bajor testvértelepülésünk, aki valamikor adott nekünk egy évtizede nagyjából egy csodálatos Mercedes tűzoltóautót. Erre építettük az egészet, majd létrehoztuk az egyesületet, pályáztunk tűzoltógarázsra is, kiszolgáló épületeire két körben, és most már van korrekt kultúrát, helyük, van olyan vezetése az egyesületnek, amely karizmatikus és vonzza az embereket és nem taszítja, és azt gondolom nagyon komolyan gondolják, hiszen hivatásosok is vannak közöttük, tehát értenek ahhoz, amit csinálnak. Új Szilvás Tápió Györgye, Tápió Szecső, Farmos, Pánt, Tóalmás egymás után vonultak be és álltak szép sorba a járművek. Természetesen az önkéntes tűzoltók nem csak járműveiket mutatták be, és már az utánpótlás is jelen volt. A füstfolyosó mellett, amiben persze most nem volt füst, a tűzoltást is kipróbálhatták a gyerekek.